A diákok által készített süteményeket is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Magyar László szakképző iskola nyílt napjára. Az intézményben idén ez már a második ilyen alkalom volt. A pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak két ágazatban indítanak jövőre képzéseket. Az egyik a turizmus vendéglátás, a másik pedig a gépészet ágazat. Ezeken az ágazatokon belül is kimenetként a turizmus vendéglátásnál a szakács, a cukrász, valamint a pincér vendégtéri szakember képzéseket tudjuk itt biztosítani az iskolában. A gépészet ágazaton belül pedig az épület és szerkezet, lakatos, valamint a hegesztő szakma az, amit tudunk kínálni. Az iskola kis létszámmal működik, így több figyelem irányul egy-egy tanulóra a 3 éves oktatás során. Továbbá a projektek és a duális képzés lehetővé teszi, hogy komplex tudást szerezzenek a fiatalok. A kollégák is együtt dolgoznak egy-egy projekten, hiszen projekt alapú oktatást igyekszünk most már felmenő rendszerben bevezetni, és ehhez az kell, hogy a kollégák is együtt működjenek, egy-egy projekt tevékenységbe bekapcsolódjanak a szakmai kollégák mellé, a közismeretet oktató kollégák is, és ez azt gondolom nálunk nagyon jól működik. Az igazgató elmondta, hogy a diákok 9. osztályban ösztöndíjat kapnak, 10. osztálytól pedig a duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés keretében már fizetés jár a tanulóknak.